László László legfiatalabb fia elmondta, hogy nagy felelősség egy ilyen gazdag zenei örökséget gondozni. Próbáljuk vinni az örökséget a papa után. László Lázár alapított egy együttest, hogy életben tartsa édesapja és a bukovinai székely ritmusokat. A nagypapa, az én papám Jóska papa, az még nagyobb, jobb hegedűs volt. Ő azt mondta. Azt mondja, fiam, a fater úgy mondta, fater az még jobb hegedűs volt, azt mondja. Csak sajnos, azt mondja, amikor a Szucsáván jöttek át, biztos, hogy ti is elmesélte, és a papa az boxcsizmába volt. És a többiek meg egy száraz papucs, vagy bocska, mit tudom én is. Ő kellett cipelje át, hogy ne ázzon el a lábuk. Ugye a csizma az ilyen, majdnem ide fölérte. És akkor tüdőgyulladást kapott. A papát mondom, a apámnak az apját is. És két hét, és meghalt. Ja, szóval így írt az ő. De ő tőle tanult elsősorban a hegedűt gyerekkorában. Tehát naturista volt teljesen. Ő valóban kottát nem ismert. Nekem már azért meg kellett tanulnom, mert azért szégyeltem volna, hogy ne tudjak valamit kottai anyagból. És akkor, de én is nagyon szeretek kagylózni, úgymond. 62-ben Kodály Zoltán lejött, mert ugye gyűjtött keményen, és akkor mondta, Lacikám, felviszlek Pestre, és úri embert faragok bel. Biztos nektek mesélt ezt. És akkor adott is egy fényképet, Zoli bácsi őrizte mindig, hát úgymond példaképe volt neki. Zoli bácsi sokszor hívott, azt mondja, de hogy hagyjam itt, Zoli bácsi, hogy hagyjam itt, már a földek ki voltak, akkor már osztva, már meg volt születve két gyerek. És akkor mindig morogtam, mondom, el kellett volna fogadni ezt. De hát ez ő sorsa volt ez. Ő sokat járt a doktoroknak muzsikálni hegedűvel. Tudom, milyen bulikba és akkor mondom neki, hogy papa, mit kérnek ott? Hát ott általában hallgató nótákat kértek legtöbbet. És akkor mondja, hogy hát mindenfélét, még ilyen búcsúztató hasonló, anyám édes, anyám dallal köszönöm, ismeritek. De sok mindent, és akkor nem, papa, mit csinálsz, mikor nem tudod azt a nótát? Azt mondja, fiam, elénekeltetem vele. Egyszer, kétszer. Olyan jó hallása volt neki, hogy iszonyatos. Jó kagylói voltak. És akkor már meg is fogta a dolgot. A nagybácsim volt a kontrás. És lebetegedett, és azt mondja, fiam, gyere, azt mondja, gyakoroljunk, mert te kell, gyere. Színház, pécsi. Jó, Istenem, mondom, hát mi lesz ott? Én kagylózni tudtam csak, és akkor hát előadtunk egy-két számot, ilyen URH mikrofonok voltak leengedve, és hát bizony mellé-mellé csusszant az ujjam, és akkor az újságíró csak annyit jelöltnek, hogy hát azt mondja, egy kissé, azt mondja, nem jut eszembe az a szó, egy kissé minőségi problémák voltak. Na, akkor az újság lehozta, jaj, mondom, el kell dugni, ne lássa senki. Vannak úgy fantasztikus zenészek, hogy hihetetlen nagy virtuózok, és a hangszeres tudás csimbora szóján állnak. Aztán vannak azok a zenészek, akik nagyon intuitív muzsikusok, és át tudják adni. Nagyon-nagyon át tudják adni, ha nem is fönn vannak a csúcson, hanem arra felé tartanak, át tudják azt adni hangulatban, kedven. Egyébként a jó zenész az mindig csibész. Laci bácsi is az volt. Volt már közel 60 éves, vagy nagyjából annyi, amikor én megismertem. Hát lélekben szerintem olyan 27-28 esztendős volt. Tehát alig volt idősebb lélekben, mint én akkor. És ő ilyen volt.
úgy ragadt át róla a jókedv, a hangulat a táncosokra, a zenészekre, azaz ránk, a közönségre, hogy fantasztikus. És ez nem kellett Yehudi Menuhin szinten muzsikálni egyáltalán, szívből. És két hangszerességről annyit, hogy ez általában az első világháború után az egész volt monarchiában, Bukovinától az őrségig, ez egy jelenség volt, hogy ugye ahogy feloszlott a hadsereg, véget ért az első világháború, ugyanúgy szélne keresztették nem csak a katonákat, hanem a katonazenészeket is. És azok vitték magukkal a hangszereiket, ki Körmendre, ki nem tudom én, Isten segítsre, ki meg nem tudom, Belgrádba, ki honnan jött. Vitték haza a hangszereket, és más fölállásban a falubeliekkel, városbeliekkel találkoztak, ott voltak a hangszerek, és ha ugyan ők nem is fúvosok voltak, de hát a hangszer ott van, igény a zenére mindig van, hát akkor vegyük kézbe, az a szájba, ugye hát a katonaságnál fúvos zenekarok voltak, és ha valaki hegedűs volt, brácsás volt, bőgős volt, cimbalmos volt, akkor is akadt a kezébe egy klarinét, egy trombita, egy tuba, bármi, és hát aki zenész vér, az pillanatok alatt át tudta venni, és így alakult ki, nagyon érdekesek lehetek a vegyes formációk, ahol mondjuk hegedű is volt, meg bőgő is, meg még fúvós is, ezek dob, ezek nagyon érdekes formációk lehetek, én ilyet nem igazán hallottam, bár Laci bácsitól tudom, hogy volt ilyen is. Tehát ez akkoriban egy ilyen rendszerváltás volt a zenészek között, és így lett Laci bácsi is, eredetileg ugye az édesapjától tanulta a hegedűt, de hát aztán ott voltak a fúvós hangszerek, igény volt rá, mert ugye nem baj, hogyha hangos az a zenekar, és nem csak egy hegedű brácsa bőgő szól, és így lett ő aztán trombitás is, legalább annyira, mint amennyire hegedűs. Hát kapóra jött, hogy itt közelben vagyunk Bonyhádon, és akkor így kerültünk kapcsolatba. Meg hát, ahogy Gábor is említette, a Várajai Táncjegyüttest már akkor kísértük, és akkor így kerültünk kapcsolatba az izményi Székely Táncjegyüttessel. És hát ezzel együtt László Laci bácsi, vagy hát ahogy akkor mondták, hogy az öreg prímás az a Ketszer László. Hát én akkor gondolkodtam Ketszer László, hát ez ilyen németesen hangzik ez a név, de aztán kiderült, hogy ez tulajdonképpen a Kétszer Lászlónak a székelyesen kiejtett változata. Emlékszem rá, hogy a 90. születésnapján még itt voltunk, itt Izünkben, a kocsmában, ott egy jót bulisztunk, akkor még a Laci bácsi teljesen jó paszba volt, ő is velünk együtt hegedült, mulatott, és hát annyi volt a probléma, hogy hát a hallása már egy kicsit kezdett kopni, és bizonyos frekvenciákat nem hallott, és ezért állandóan túl feszítette az áhúrt a hegedűn, és folyton elszakadt szegénynek az áhúrja, úgyhogy hogy nem győztük pótolni. Jöttem a Laci bácsihoz is, és egyszer hoztam egy üveg bort, mondom, hogy egy kis vidám nap legyen, aztán hát úgy borozgott ott ő, mert ugye én vezettem, és akkor mondtam, hogy Laci bácsi, mondom, hogy most játsszuk el a nótáját. Hát Tivikém azt mondja, én nagyon sok nótát ismerek, és amit én ismerek, az mind az enyém. De ezt a fajta zenélést és ezt a fajta értéket, amit ő hordozott magába, mindenképpen javasolnám a fiatalok részére, hiszen sokszor azt látom, hogy tapogatózás van. Sok stílust próbálnak is, ahogy a Laci is említette, mindenképpen az eredetét, tehát azokat az értékeket kéne keresni ebbe is, és ugyanúgy a táncba is, ami tényleg a kincsünk. Illés Tibor kihangsúlyozta, hogy a fiataloknak nagyon fontos lenne a bukovinai székely gyökerekhez visszanyúlni, és azokat életben tartani.